Erről a dologról csak szemérmesen tudok beszélni. Számomra anyanyelvem mindent jelent, ami életemhez, létemhez hozzátartozik. Nem csak általa tárul fel előttem a világ, hanem az emberi kapcsolatokat is gazdagítja, és ő maga a történelmünk is. Vannak szavaink, amelyek korszakokat élesztenek fel. Például, ha azt hallom, vagy olvasom, Dali pár pisztolyom. A kuruckor, rákóci, eszetamás, vagy mások, illetve egyebek idéződnek fel. Vagy, ha azt hallom, bársonyon futnak perceim. József Attila életére gondolok. Az anyaszó csak nem mindent felidéz, amit eszmélésem óta érzelmileg óhajtásaim közben megértem anyanyelvemben benne van a feszültség, a dráma, ami a magyarság életében lezajlott. Anyanyelvem jelentette és jelenti a költészetet, adott és ad lehetőséget a képzett társításokra, a költői stílusok kialakulására a kezdetektől, a szűrrealista irányzatokig. Anyanyelvem nem csak szavaink összessége, hanem az emberi lét értelmezhetőségének lehetősége is. Írás közben, ha szenved is az ember, ha egy jó mondatot meg tud fogalmazni, boldogan áll fel az asztaltól. A teremtés izgalmait, a nyelvben éltem át. Odaköt a történelemhez, a saját tudatomhoz, sejtelmeimhez. Filozófiai értelemben is, anyanyelvem a legfontosabb, esélyem és adottságom.